No, feltettem az idétlen hitvány headsetemet, hogy vegye a Camtasia Studio a hangot. Most ezt halljátok. Kicsit hülyén át tudom, de na, meg akarom mutatni egyébként, hogy hogy lehet ilyen áthidaló megoldásokkal egy-két a Movie Studio Platinumból hiányzó effektet vagy bármit létrehozni. Az egyik ilyen fő dolog ugye az, hogy nincsen a amit mondott Hörbe, hogy nincsen a sávokon ilyen opacitás, tehát áttetszőség állító cucc, de ugye ezt már megmondta, hogy magának klippen kell az áttetszőséget állítani. Itt a munkafelületet azt egyszerűen lehet átállítani, van egy szimpla munkafelület, ugye, ahol nincs olyan sok beállítási lehetőség, még fullscreen előnézet sincs, vagy a fejlett, és akkor ezzel van fullscreen meg minden. És ez az alapértelmezett elrendezés, hogy van egy text sáv, ami ugye videósáv, csak textnek hívják, meg van egy videó, a hozzátartozó audio, meg plusz egy zenesáv, de ez is egy sima audiósáv. És akkor itt még létre lehet hozni ugye videósávot, tehát ami kell. Tehát alapvető szerkesztésre az úgy megy, hogy melyik volt az a tegnapi unboxingom. Ez volt az a videó. Nem. Ez a 5392 akkor. Aha, ez. Na, és akkor ugye fogja az ember, puty, behúzza ugye a videót, megvan a hangsáv, a képsáv, és akkor lehet vele olyat csinálni, például ugye itt nincs áttetszőségi skála. Egyszer meg kell fogni a videón itt az opacitást, és akkor így lejjebb lehet húzni. És akkor még ezzel az opacitással el lehet játszani, ugyanis ebből a Movie Studio Platinumból hiányzik, ami a Vegasban benne van, ugye a Motion Blur. Amit úgy lehet bekapcsolni, hogy itt valami shift-bét nyom az ember, és akkor, vagy nem is tudom, hogy mit. Mindegy, itt bejön egy buszsáv, és akkor ott lehet állítani, hogy mit tudom én, jobb klikkel be, hogy motion blur, és akkor ott a mennyiséget állítani egy ilyen burkológörbén. Na most itt ilyen nem lehetséges, ugye ebből ez hiányzik, de például nem kell lemondani az, erről a motion blur effektről, mert amúgy a Vegas ezt is csak bunkon csinálja, tehát ugyanazt csinálja, mint amit mi most kézzel fogunk megcsinálni, hogy eltolja egy képkockával, és lejjebb veszi a láthatóságát. Meg még egyszer eltolja egy képkockával, annak még lejjebb veszi a láthatóságát. Tehát ezt meg lehet csinálni, hogy az ember a videót az audiótól szétszeparálja, mondjuk egy U betű megnyomásával, és akkor a két sáv külön kezelhető, és akkor megduplázzuk a sávot, meg még egyszer megduplázzuk a sávot, és akkor van nekünk három videósávunk egymás tetején, amit egy-egy képkockával elmozdítunk. Ha jól belezoomolunk, akkor pont egy képkockányit fog mozdulni. Jó, tehát ez egy képkockával, ez egy másik képkockával elmozdítva. Akkor fogom az áttetszőségét, és akkor leveszem mondjuk 27%-ra. A következőnek meg leveszem mondjuk 18%-ra. És akkor ez ugyanezt a motion blur effektet fogja eredményezni, mint amit a Vegas is csinál egyébként. Megnézzük, hogy le tudjuk-e játszani. Ugye ez nekem real-time-ban nem megy. Látszik. Jön közben a videórekord, és itt látszik, nem is baj, hogy kicsit szaggat, illetve hogy nem tudja real-time-ba lejátszani, mert így látszik, hogy ugye valóban itt megy ez az eltolás, és akkor itt egy ilyen mesterséges motion blur effektet lehet rá létrehozni ennek a segítségével. Tehát ez az egyik dolog, amit ugyanúgy meg lehet csinálni. De amúgy az ember az ilyen motion blur effektet inkább kiirtani szeretné, nem hogy
még létrehozza. Én legalábbis utálom nagyon. Na most ezeket kihaigáltam. Nem tudom, mit akartam még megmutatni. Ja igen, az, hogy itt a composite mód, a videó composite mód, ugye itt nincsen 60 féle, mint a Photoshopban, ugye, hogy screen, multiply, overlay, source alpha, dodge, meg burn, meg franc karika. Itt csak ugye a forrás alfa van, meg a multiply mask. Tehát itt, hogyha rátesz az ember egy másik videósávot, vagy képet, akkor itt csak összeadni tudja. Tehát ez a réteg mód, ugye ez az összhatás mód, ebben csak ez a két fajta van, de talán enélkül is nagyon meg lehet élni, mert videószerkesztőben én, mikor a Vegas-t használtam, akkor se nagyon volt rá szükségem, hogy ilyeneket használjam. Másik dolog ugye, ami hiányzik belőle, ugye, hogy a Vegas-ban van itt egy ilyen, hogy a hangfázisának a megfordítása, tehát hogyha mit tudom, hogy két mikrofon pont ellenfázisba venne fel, és kiirtaná egymást a hang, akkor lehet, hogy a fázist megfordítjuk, és akkor pff, na, kész. Itt, hogyha valakinek fázisfordításra van szükség, akkor Audacity-be bedobja a hangsávot, azzal megfordítja, kiexportálja, és akkor tudja használni. Tehát kerülő utakon meg lehet oldani ezeket a dolgokat, ezek nem olyan nagy problémák, hogy hiányoznának a mindennapi videószerkesztésben, viszont nekem nagyon tetszenek, hogy bazi nagyok az ikonok, tehát nem kell szarakodni rajta, és tényleg. Másik hiányosság ugye, hogy nem lehet a billentyűket programozni, hogy tehát én például, hogy másik programban megszoktam, hogy a pause az nekem Ctrl Shift, ugye elindítás az a, nem Shift, tehát szóköz. Elindítom a szóközzel, és akkor pause megállítom ugye Ctrl szóközzel. A másik programban is ezt használom, és Vegasban is ezt sikerült leprogramozni, és ebben nem lehet billentyűket programozni, mert ez korlátozott. Itt egyszer meg kell szokni, hogy a Ctrl F12 itt a pause. Sajnos ez nem esik kézre sehogy se, tehát az ember, hogyha jobb kezébe van az egér, akkor jobb kézzel esne kézre esetleg a Ctrl F12, ezt mondjuk megoldhatták volna másképpen is, de hát ennyi legyen az összes bajom, mindig azt mondtam, a effektek ugye mint ugyanaz megvan. Aha. Még egy hiányosság, ami talán érzékenyen érinthet valakit, ugye a cenzurázás, mint amikor a videóból ki kell törölni egy, vagy ki kell takarni egy részletet. Megduplázom újra a videósávot, hogy lássuk, hogy miről van szó. Teszem azt ebbe a kis részbe, valamit ki szeretnék takarni. Ugye akkor ezt úgy szoktuk, hogy azt a kicsi részt, ugye belemegyünk itt a event Pancrobba, és akkor itt megjelennek az eszközök, és akkor itt van egy ilyen Bezier görbe rajzoló eszköz, egy pen, amivel így körbe lehet kattintani, és akkor kimaszkolni, hogy mire hasson a blur, a homályosítás. Na most itt ilyen nincsen. Hát tehát akkor hogy lehet mégis egy-egy részt kicenzurázni, ha nem akarjuk? Meg lehet csinálni, csak nem annyira szabadon, tehát nem te választod meg a formát, hanem bizonyos kötött formákkal lehet megcsinálni. Rákattint az ember az eseménynek az effektjére, tehát ezzel a két gombóc közte a akármire, és akkor itt kiválasztja először is a Gauss Blurt, merre van az, Chroma Blur, nem használom olyan sokat, Gauss Blurt és a Cookie Cutter, ami a sütiszaggató, aha, és nem tudom milyen sorrendben kell, igen, na most látszik, hogy ez itt egy nagy kört kitakart, szépen ki lehet a sütiszaggatónak a formáját választani, én általában egy, látjuk, lehet ovális, lehet hosszabb ovális, lehet téglalap. Ezt a téglalapot szoktam legtöbbször használni, mert nekem jó. Hát lehet itt egy kis lágy peremet is neki állítani, hogy ne legyen annyira éles a széle. És akkor ugye meg állítani ugye a nagyságát a téglalapnak. Más nem nagyon lehet. Tehát ilyen ismétlést, hogy repeat X, meg repeat Y, duplázni, triplázni. És
alapértelmezett beállításba ugye van egy téglalap, amit tudunk mozgatni, és ennek itt van, hogy center, itt kinyitjuk, és akkor itt lehet kulcskockázni. És ha bekapcsoljuk ezt a bigyót alul, hol van ez a bigyó? Kulcskockázásnál. Állj, mert nem nyitottam ki rendesen. Aha. Tehát ezt meg akarom kulcskockázni, akkor kinyílik alul ez a bigyó. Ha a lakatot megnyomom, akkor oda fogja szinkronizálni, ahol éppen áll a kurzor. Fogom ezt egy kicsit arrébb mozdítom. És arrébb teszem a négyzetet, illetve a téglalapot. És akkor vándorol. Most azért van az egész így belassulva, mert közben még a videó rögzítő is megy, tehát nekem marhán lefoglalja az erőforrásokat. De amúgy ez real time-ban mozog. És hogyha megvan ez a kulcskockázás, akkor láthatjuk, hogy szépen mozog ez a cucc. Tehát animált. És így lehet egyes részeket kitörölni. Tehát ez nem annyira szabad, mint amikor pennel körbe pötyögtetsz, mit tudom, egy rendszámot vagy valami, de az esetek nagy részében ez tökéletesen elég szokott lenni. Szóval nekem még mindig elég volt, meg mit tudom, felvétel közben ügyelek arra, hogy azért annyira ne kelljen már ott kitakargatni cuccokat. Tehát ez az összes, ami fogyatékossága van neki egyébként. Itt van az 5 millió effekt, meg átmenet, amiket én sose szoktam használni. Én olyan átmeneteket, meg effekteket szoktam használni, ugye, ami nekem a videóim elején látható, hogy van nekünk itt egy média generátor és egy solid color, és én ide beszoktam az elejére húzni egy, illetve már réges-rég nem, mert kész sablomba dolgozom, de behúz az ember ide egy fehér valamit, ugye, és akkor ez nekem 3 másodpercesre le van vágva, és akkor itt meg lefédelem szépen, hogy és akkor ez a lejátszáskor elkezd így szépen befédelődni. És ennyi. Ugyanúgy S-sel lehet vagdosni dolgokat. Körbekerítéssel kijelölni. Egymásra csúsztatni, és akkor egymásra csúsztatáskor meg fogja az ember a átmenetet, és akkor olyan átmenetet rak rá, amilyet nem szégyel. Tehát vannak ilyen buzeráns átmenetek is. Ilyenek, amiket soha senki nem használ szerintem. Ha lerenderelem, akkor látszik, hogy egész különleges dolgokat lehet vele létrehozni, szóval kész. Na, ez most egy átmenet volt a többi között, de én egyébként legtöbbször az ilyen üzéket használom, hogy flash, ugye? Ezt szeretem a legjobban használni. Ez csak egy szimpla fehér átmenet. Ezt is lerenderelem, és akkor általában ezt a vágást szoktam belecsinálni. Pff, annyi. Vagy a cross blur. Mindent meg lehet vele. Ami amatőr szinten ezére kell, videószerkesztésre kell. Tehát, ami meg ennél profibb kell, arra meg úgyis After Effects-ezni kell. Úgyhogy ennyi nagyjából. Nagyon jó használható, korlátlan szerintem a videósávok száma. De nem hiszem, hogy korlátlan, de jó sokat lehet beletenni, meg audiósávot is. Úgyhogy. Kicsit más a, ugye a mentése, mint a 12-es Vegasnak. Itt bele kell menni az Advanced Options-be, és akkor itt kihagyja az összes templitet. Egyébként nekem itt vannak pár beállítás, amit megcsillagoztam, ugye megkedvenceltem, és akkor itt be van állítva, hogy csak a kedvenceket mutassa, és akkor innentől kezdve nem mutatja nekem a sok szart. És én nagyon megszerettem ezt, én nagyon nem bántam meg, hogy megvettem.
Én kifogtam ugye egy akciót, és nem 80 dollárért vettem, hanem 56 dollárért. Ami egy jó kis diszkont volt, de ha az embernek szerencséje van, akkor néha ki lehet fogni ilyen jó vételeket. Én lecsaptam rá. Én azóta is meg vagyok vele elégedve. Nekem azóta nem volt olyan, hogy összeomoljon, hogy fix report, meg mit tudom én. Tehát ilyen csak a izékkel fordult elő, mindig a crackelt szoftverekkel, szóval. Bár előfordulhat néha, hogy jogtiszta szoftver is, beszarik, annak egyéb okai is lehetnek, de mondom egyébként működik. Nagyon nincs rá panaszom egyáltalán. És ugye itt is lehet vele fényképkockákat kimenteni, ugye itt bele lehet nyúlni a projektnek a tulajdonságaiba, tehát ugyanúgy, hogy például kiszedje a, tudod, ezt a képkocka izeiből fakadó, mit tudom én, képkocka számeltérésből fakadó, tudod, ilyen szellemképet, hogy meg a fésű effektet, tehát itt be lehet állítani. Mindent. Tehát itt Properties-be ugye, hogy Disable, Resample tudod, tehát kapcsolja ki ezt az okos átmintázást, amilyen szellemképeket, sem mit tudom, 25 FPS-sel veszem, és berakod egy 30 FPS-es projektbe, akkor legyárt ilyen félképkockákat, azt ilyen szellemképes lesz tőle, azt ki lehet szedni, hogy nem engedélyezem a újra mintavételezést, és akkor kész. Nem lesz szellemképes a videó. Tehát általános használatra nagyon jó, és annyiba is jobb, mint a Vegas, ugye, hogy nem foglal annyi lemezterületet, mert ugye nincs benne az az 5 millió felesleges funkció. Na. Tehát körülbelül ennyi. Megéri. Na, sziasztok!